A Szolnoki járási ügyészség közúti veszélyeztetés büntette és rongálás vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki karcagon vélt közlekedési sérelmét ütközést eredményező büntetőfékezéssel torolta meg, és ezzel egyaránt veszélyeztette mellette ülő gyermeke és a másik megleckéztetett sofőr életét tájékoztatta televíziunkat a szólnak Szolnok megyei A vádirat szerint a 45 éves karcagi férfi 2021. július 7-én korai délután karcag lakott területén személy autóval közlekedett, mellette a jobb első ülésen biztonsági gyermekülésben utazott 6 éves kisfia. A férfi a Rákóczi út kereszteződésében kialakított körforgalomhoz érve úgy ítélte meg, hogy neki lett volna elsőbsége az elébe haladó másik autót vezető hölgyel szemben. Emiatt érzett dühében a körforgalmat elhagyva átlépte a járművével a záróvonalat, áttért a szemközti forgalmi sába és megelőzte a sértett autóját, majd két-három méterrel előtte haladva hirtelen, forgalmi ok nélkül, kizárólag azért, hogy megleckéztesse, fékezett. A hölgy is fékezett, azonban az ütközés már nem tud. Elkerülni. A hölgy is fékezett, azonban az ütközést már nem tudta elkerülni. Autójának homlokfali részével 35 km/h sebességgel a vádlott által vezetett gépkocsi lökhárítójának ütközött. A vádlott a büntető fékezéssel veszélyeztette saját gyermeke és a másik sofőrjének életét, valamint az édesapja tulajdonában álló autóban 128 ezer forint kárt a sértett autójában pedig 105 ezer forint kárt okozott. Az ügyészség végrehajtásában próba időre felfüggesztett börtön és pénzbüntetés kiszabását, valamint azt is indítványozta vádiratában, hogy a bíróság véglegesen tiltsa el a férfit a közúti járművezetéstől, mert veszélyt jelent a közlekedésben résztvevők életére testépségére. Az ügyészség indítványáról a karcagi járásbíróság dönt.